Nemzetközi hírű tudósok és fiatal kutatók, ők találkoztak július közepén 3 napra Szegeden. Ami összeköti őket, az nem más, mint az a tudományterület, amit művelnek, azaz a gasztroenterológia. A konferencia az Európai Gasztroenterológiai Társaság, röviden UEG, minden évben megrendezendő Basic Science konferenciája, aminek most először adott otthont kelet-közép-európai ország. Gasztroenterológia az emésztőrendszerrel, illetve annak betegségeivel foglalkozó tudományág, amely a belgyógyászatból fejlődött ki. Ide tartoznak a nyelőcső, a gyomor, a vékony és vastagbél, a máj, a hasnyálmirigy, az epehólyag és az epevezeték betegségei. Így mondhatjuk azt, hogy szinte mindannyian érintettek lehetünk. Az Európai Gasztroenterológiai Társaság legfőbb feladatának a betegellátás színvonalának folyamatos javítását tartja. Az UEG 1992-ben alakult olyan szakmai non-profit szervezet, amely összefogja az európai országok gasztroenterológiával foglalkozó kutatóit. Ma már mintegy 22 000 szakember munkájára látnak rá, ezért is mondhatjuk, hogy ez a szervezet egy egyedülálló platform a szakmai továbbképzésre. A társaság egyik szakmai, mondhatjuk úgy is tehetséggondozó programja a Basic Science konferencia, amely eddig 2-szer Angliában és 1-szer Olaszországban volt. Így kimondottan siker, hogy idén Szeged pályázatát elfogadva itt rendezték meg a találkozót. So this is a basic science course, and this science course is dedicated to ion channels in the GI tract. And Szeged is a big well-known center of these studies. This is why we came to Szeged. A Szegedi Tudományegyetem egy rendkívül jó centrum erre a lehetőségre, hiszen a gasztroenterológiai centrumként amellett, hogy egy nagyon erős klinikum van ennek a hátterébe, tehát mögötte ott vannak a klinikai orvosok, az endoszkópiák és minden technika, egy rendkívül erős alapkutatási rész is van, ahol a mikroszkópoktól kezdve mindenfajta alapkutatási metodika elérhető. Azaz, ha valaki idejön egy képzésre, az elméleti oktatás mellett, ha elkezdjük a klinikai oktatást, akkor a betegágy mellől, az endoszkópos szoba mellől végig tudja követni a klinikai kérdést, egészen addig, amíg a mikroszkóp alatt meg tudja vizsgálni azt a kérdést, amit föltesz. Ez egy rendkívül ritka helyzet, hogy egy helyre összpontosulni tudjanak ezek a lehetőségek. A Basic Science konferencia jellemzője, hogy a szakterület legkiválóbb kutatói ismertetik a fiatal tudós jelöltekkel a legfrissebb alapkutatási eredményeket. Szegeden a gasztroenterológiai kutatások 30 kiemelkedő szaktekintélye tartott előadást. Így például érkezett előadó a Harvardról, illetve az USA egyik leghíresebb kutatóintézetéből, a National Institutes of Health-ből is. Az NIH-ban számos Nobel-díjas tudós dolgozik és dolgozott, köztük például Szent Györgyi Albert is. A hallgatóságot pedig az a 30 fiatal kutató adta, akik pályázat útján nyerték el a részvétel jogát. At our website www.ueg.eu you find all the information about the application process. You can submit an abstract and the best participants will be chosen to come to this course. And why did you choose these people who come here? We have 4 course managers and they reviewed the abstract that the people submitted and their CVs, and that's how they were chosen. És most következik néhány pályázat, ami a konferencián való részvételt biztosította. Applied on pancreatic cancer. I come from India. So it's a wonderful experience to be here. So UEGS is doing very nice job for encouraging the young scientists, and it's a wonderful experience to be part of this hands-on training. I'm working with esophageal epithelia. I'm very much interested effects of stress on esophageal epithelia. Doing my PhD in Ulm in Germany, and so I'm working on pancreatic cancer, and yeah, so I applied with an abstract about pancreatic ductal adenocarcinoma, and I was happy to get experience from some experts in the field of ion transport to see what other research they're doing.
A világ szinte minden tájáról érkezett 35 év alatti kutatók, tehát 4 napon át ismerhették meg a gastroenterológia legfrissebb alapkutatási eredményeit. Ezt a 4 napot a gyógyítás, a kutatás és az oktatás 3-as egysége jellemezte, ami a szegedi orvoskar arszpoétikája is. Az egyetemnek meghatározó terület az oktatás, klinikusként azt mondom, hogy a betegellátás is, de ugyanakkor viszont, hogy milyen színvonalon történik ez, ez alapvetően meghatározó, hogy milyen színvonal a kutatás, és általában oda jönnek szívesen a kutatók más országokból, ahol egyébként is magas színvonalú kutatás folyik. Tehát ilyen szempontból büszkék lehetünk arra, hogy ez a konferencia itt Szegeden kerül megrendezésre. We have a picture now. A szegedi Basic Science konferencia azonban más volt, mint a korábbi években megrendezett találkozó, hiszen itt nem csak elméleti előadásokkal bővíthették tudásukat a fiatal kutatók, hanem gyakorlati kurzusokon, úgynevezett hands-on tréningeken is részt vehettek. Ezeknek a találkozásoknak az egyetem általános orvostudományi karának egyes számú belgyógyászati klinikája, valamint farmakológiai és farmakoterápiai intézete, illetve azok laboratóriumai adtak otthont. Mit kaphat az a hallgató ez alatt a, idézőjelben, gyors talpaló kurzus alatt? Ez a 3 nap alatt szerintem egy szenzációs dolgot. Én sem emlékszek még olyan kurzussal sehol a világon, nem csak hogy Európában, ahol 3 nap alatt ennyi információt kaphattak, hiszen végig tudják tanulni egészen a szájürettől a végbélnyílásig az összes sejtípusnak a működését, meg tudják tanulni azt, hogy mik az élettani folyamatok, a korélettanik, mik a klinikai kérdések, és ezt maguk meg tudnak arról győződni, hogy ezek nem csak teoretikus kérdések, mert ezeket meg lehet vizsgálni. És hogy kell megvizsgálni, meg tudja tanulni, és hogyha látja azt, hogy hogy kell föltenni egy kérdést, látja azt, hogy ezt a vizsgálatot hogy kell lefolytatni, akkor rá fog jönni, hogy a tudomány az egy nem egy misztikus valami, amit nem lehet megfogni, hanem nagyon pontosan mérhető, kiszámítható és tesztelhető dolog, tehát ne álljanak meg majd később, amikor egy világhíres klinikusok lesznek annál a gondolatnál, hogy fölmerült a klinikai kérdés és milyen érdekes kérdés, hanem tudjanak róla és tudni fog róla, mert most itt megtanulta azt, hogy milyen fajta módszerekkel tudja ezt megvizsgálni. Konferencia központi témája az emésztőrendszeri betegségek hátterében álló sejten belüli folyamatok vizsgálata volt. Ezen a területen nemrégiben szegedi siker is született. Az egyes számú belgyógyászati klinika, valamint a farmakológiai és farmakoterápiai intézet közös kutatócsoportjának felfedezése a hasnyálmirigy működésével, illetve betegségeivel kapcsolatban alapvetően átírja az élettani és korélettani ismereteinket. Ma még szinte valamennyi hasnyálmirigy betegségről elmondható, hogy nincsen specifikus gyógyszeres terápiája, ezért a szerv akut gyulladásos megbetegedésének különösen magas, 5-10% közötti a mortalitása. A munkacsoport tagjai voltak az elsők a világon, akik igazolták, hogy a bikarbonátnak 2 jelentős szerven belüli feladata is van. Még a hasnyálmirigyen belül semlegesíti az emésztő enzimeket termelő, úgynevezett acinus sejtek által előállított savat, illetve a hasnyálmirigy fő enzimét, a tripszinogént inaktív formában tartja mindaddig, amíg a vékonybélbe nem kerül. Ha ez a mechanizmus nem működik megfelelően, a hasnyálmirigy vezetékben felhalmozódó savak miatt az emésztőenzimek már a hasnyálmirigyen belül aktiválódhatnak, ami hasnyálmirigy gyulladást okoz. A magyar kutatók érdeme az úgynevezett tripszin kiváltotta ördögi kör felismerése is, melynek pontos mechanizmusát a terület legrangosabb nemzetközi folyóiratában, a Gastroenterology-ban írták le a közelmúltban. Éppen ezen kutatások miatt az egyes számú belgyógyászati klinika, valamint a farmakológiai és farmakoterápiai intézet igen fejlett laborháttérrel rendelkezik. Így lehetett ezeket a kis csoportos gyakorlati kurzusokat világszínvonalon megtartani. A klinikai kérdések megválaszolása alapkutatáson keresztül valósul meg mindenhol. Ebben azt kell mondjam, az egyes belgyógyászati klinika a régi hagyományaira alapozva élen jár, tehát a betegágy mellől kiinduló problémákat, egyes betegségeket kezdjük el mélyebben átgondolni, analizálni, és a problémákat sokszor valóban sejt szinten, egyes sejteken belüli korfolyamatok feltárásával lehet megoldani. Ebben a mi feladatunk az, hogy a klinikán tudjuk biztosítani mind a betegellátás biztonsága fejlesztése mellett, folyamatos fejlesztése mellett,
legyenek olyan lehetőségeink, amelyek a kutatás biztonságát szolgálják és lehetőségeit nemzetközi szintű eredményeket hoznak létre és szolgálnak. Ez adott a klinikán, vannak kitűnő munkatársaink, akik egyúttal nem csak klinikusok, hanem kutatók is, vannak kimondottan kutatással foglalkozó munkatársak, több és sok értékes munkát végző PhD hallgatónk, őrájuk alapozva, tehát így együttesen a klinika gasztroenterológus tagjai, legyenek klinikusok, kutatók, PhD hallgatók, együtt hozunk mi létre általában értékes, sokszor új eredményt. Csak olyan helyen lehet ilyen workshopokat megszervezni, ahol a nemzetközi szinten az élvonalhoz tartozó gárda van, ahol a nemzetközi részvétellel, de a helyi viszonyoknak megfelelően lehet a PhD hallgatóknak, illetve a fiataloknak általánosságban ilyen jellegű képzést adni. Ugye nemzetközileg az élvonalból verbúválódnak az előadók, és részben a gyakorlati foglalkozások vezetői, de ehhez kell egy szakmai és infrastruktúrális háttér, amire tényleg külön büszke vagyok, hogy ez a Szegedi Tudományi Egyetemben megvan. Fiatalok hadcsoportban körforgásszerűen hadgyakorlati helyen ismerkedhettek azzal, hogy bizonyos sejtek, sejtcsoportok hogyan viselkednek, működésükben mi a kóros, ami meghatározza a betegségeket, vagy utat mutathat a szakembereknek a gyógyításban. Most mi is nézzük meg, hogyan ültetik át az elméletben hallottakat a gyakorlat szintjére. Different from other exocrine glands in pancreas. Ebben a laborban hasnyalmirigy sejtek izolálása folyik. Nem csak bemutatót láthatnak a résztvevők, hanem maguk is próbálkozhatnak. What do you think of the scientific level of our hospital, laboratories and clinics? Yeah, it's really impressive. Everybody has been extremely helpful. The facilities are very good and it's extremely well organized. I think that everything worked out, well. I mean, I don't think anything could have been much better. It was really nice. All the arrangements were done, perfect. This course gave me the possibility to understand for a very short time quite a lot of information about different channels, about their functions. It's very important because we can in India we can develop this technique over there, so it will be a nice thing to learn all the different techniques that is on ion exchange thing part, sodium and potassium ion differentiation in epithelial cells, so it's a wonderful part. A gyakorlatokat egy magyar asszisztens segítségével a szakterület nemzetközi hírű kutatói vezették. Az Amerikai Egyesült Államokból érkezett Smuel Muellen már tavasszal is járt Szegeden. A Szent Györgyi Albert Nobel-díjának 75. évfordulójára rendezett konferencián. Usually in scientific meetings they don't have the chance to experience or even to see how experiments are actually done. The students have a chance to do that. This is a very unique opportunity for them that they see exactly how these experiments are done. They lose, if there is any intimidations from doing this type of experiments, they can see that it's actually not very complicated and they can see the type of information that you can get. And this type, this combination is very unique to this particular meeting, and I very much hope that this can be continued, it can be used as a model to continue and develop similar type of schools, if you want, or meeting. A kutatók, orvosok a 4 nap alatt elsősorban laborokban folyó munkálatokban nyerhettek be pillantást. A farmakológiai és farmakoterápiai intézetben például belenézhettek a sejtekbe is. De beöltözve megnézhették azt a Magyarországon is egyedülálló labort, ahol azokat a sejtenyészeteket vizsgálják, melyek humán eredetűek. And why do you think this conference is useful for the students? One is the lectures, of course, give them quite a bit of theoretical background to the subject. But I think in particular what's been very useful is the fact that they can actually see hands-on experiments. And so they can see the equipment,
the processes that you have to undertake in order to be able to do the experiments which they've actually learnt about in the lectures. And so I think it's much better, because just listening to people and showing data and results, it's quite difficult to necessarily understand how the scientist has actually achieved those or obtained those results. And so getting experience with the actual experimental techniques is very important. And of course, for many of them, they may want to use those techniques in their own research. And so this gives them their first sort of experience of how to do that. And that, of course, is very useful for when they go back to their own labs. So I think it's been very, very good for that. A laborok és a sejtek világán kívül beteggel is találkozhattak a résztvevők. A Szegedi Egyes Számú Belgyógyászati Klinika egyik erőssége az endoszkópos vizsgálatok végzése. Az endoszkópia görög eredetű szó, melynek jelentése benézés, ami az orvoslásban általában az emberi test belsejébe való betekintést jelenti, annak megfigyelése céljából. A nyelőcső, gyomor jól megfigyelhető ezzel az eszközzel, és egy nagy felbontású monitor segítségével a látottak regisztrálhatók is. Oh, this part of the conference shows how the biopsy is being taken from the patient, and then how quickly it is transferred to the laboratory, and then one can see how it is processed, and eventually what kind of experiments will come out is shown at the conference. So it is presented during the scientific sessions. So it really shows the short distances in this Department of Internal Medicine from taking the biopsy to the lab, the very good interaction of the clinicians with the scientists. So this Professor Molnar and Professor Whitman has shown how closely they interact with one another on a daily basis, and how the data are being collected. A Szegedi Basic Science konferencia újítását, azaz az elméleti és a gyakorlati képzés összekapcsolását pozitívan fogadták a résztvevők és a szervezők egyaránt, hiszen látszólag alapkutatás és gyógyítás más-más úton halad, vagy mégsem. Of course it's a long way to go from basic research to clinical practice, but I think with basic research it is well known that big discoveries that have a great impact on medicine usually start in basic research. So for example, you have to know the principles for biological processes to make drugs. So the new drugs discoveries are usually based on what we know, the knowledge we get from basic science. And here in Szeged, they for example do studies on pancreas and pancreatitis and transport in pancreas, and also transport in the GI tract. So I think that they are able then perhaps to motivate the pharmaceutical industry or the biotech industry more likely, because it's more small biotech companies that now make drugs rather than the big pharmaceutical companies. A szakmai tudásbővítés mellett egy-egy ilyen konferencia jó alkalom arra is, hogy az ide látogatóknak megmutassa magát a rendezvénynek otthont adó város. Szegeden például a nyitóvacsorát a Várban rendezték. Ez volt az első este, hogy hallgatóság, előadók és szervezők kötetlen formában találkozhattak. So I think it's time to come to terms with each other, and I think this basic science course gives you very important opportunity to do that. Résztvevők kellemes ebédet költhettek el a Tiszán hajókázba, ahol a folyó a békés arcát mutatta, lágyan ringatva a vízi járművet, miközben a város panorámájában lehetett gyönyörködni. We have a lot of social program this time. Before this session we went by boat and had lunch on the river. And in the evening we will watch a theater, a Hungarian folk dance show. So it will be an amazing event, I think. Szép mennyasszony kaptunk a vőlegém mellé, ők már egybefortak, mindketten egymásé. Örvendjünk tehát e ritka szerencsének, és mivel már vége van a szent ünnepének, családi vígasság jön íme utána, álljunk meg a helyt egy rapogós táncra. A
legnagyobb látványosság a Szabadtéri Játékok Hegyen Völgyön Lakodalom című produkciója volt. A Domtéri Színház már önmagában megragadó és unikális, de a dél- és közép-európai népek táncaiból összeállított este mindenkit magával ragadott. Persze az sem mellékes, hogy a konferencia szervezője Hegyi Péter maga is aktív néptáncosa a Szeged Tánc Együttesnek, akik ezen az előadáson is felléptek. Így személyes missziójának is tartja, hogy a Szegedre látogató orvosok, kutatók ne csak a tudomány és oktatás oldaláról ismerjék meg a Tiszaparti várost, hanem a népi hagyományok őrzőjét is láthassák benne. Aki ismer engem, az nagyon jól tudja, hogy nagyon elkötelezett vagyok arra vonatkozóan, hogy a magyar értékeket föltétlen mutassuk meg neki. Ebben értek gasztronómiai dolgokat is, beleértve a magyar borokat, de ugyanígy ebbe a kategóriába tartozik a kulturális örökségünk. Hát a legnagyobb magyar kulturális népi örökség ilyen téren az a népzenénk és a néptáncunk, a népművészetünk. Tehát bármikor egy külföldi konferenciát rendezünk, mindig célom, hogy ezt megmutassuk nekik, nem minthogyha a többi művészeti ágat nem értékelnénk olyan nagyon magas szintre, de hogy nem, de nagyon sok művészeti ág van, amit a többi országban is láthatnak, viszont a magyar folklort az csak itthon tudják, csak nálunk értékelni. Szeged az nem csak hogy a régiónak, de Európának az egyik kulturális és tudományos központja. Tehát itt megint azt tudom mondani, hogy kevés olyan város van, ahol egy helyen ilyen magas szintű tudomány van, mint Szegeden, és mellette egy rendkívül komoly kulturális iskola van, például a folklór hagyományokban, és ezt én mindig törekszek arra, hogy ezt meg is mutassuk nekik, hogy ez milyen érték. Örök forog a lakodalom, hallgassuk meg, hogyan vélekednek városunkról az OLG Basic Science konferenciájának résztvevői. Szeged is really nice. It's my first time here. And yeah, it's very warm, but it's good. The show last night was extremely entertaining. It's really nice to be invited to it. And yeah, I haven't seen a whole lot of Szeged because we've quite a full schedule, but I'd be happy to come back. The weather is perfect and it's a beautiful city, and yeah, we've been around sightseeing a bit and everybody's friendly and it's very nice. I had the chance to walk around the city. The people are really nice and the city is really colorful. There are lots of students in the city. It's nice to see a university, you know, lots of students. I think it's a very beautiful place to visit, and it's a great university center, I think, but also in terms of culture, music, architecture, I'm very impressed by Szeged. It's a very nice city. Ragyognak az égen a csillagok immár, megszűnt minden csendben, az utadon sem jár. Összeölelkezve nyugszik a sok kedves pár, téged is, mennyasszony, nyuszolják, készen áll.